Sziasztok, hello mindenkinek! Ahogy ígértem, jelentkezni fogok majd a vonatról, hát itt is vagyok. Pontosan egy S51-es személyvonaton, amivel Debrecenből Nyíregyházára tartok, és pont most érkeztünk meg Hajdúhatház állomásra. És úgy döntöttem, hogy ezt a vonatot bemutatom nektek, ahogy ez a első kocsiban most ülünk, mert arra van a vezetőfülke, mi meg a mögöttünk lévő kocsiba ültünk, csak át kellett jönnünk ide, úgyhogy az előző Bocskai kert állomáson leszálltunk és gyorsan visszaszálltunk erre, mert ezek a vonatokon nem lehet átmenni az egyik kocsiból a másikba, mert ezek kész motorkocsik. Ezek olyan vonatok, mint a villamos. De szóval be fogom mutatni nektek. Hát először is kezdjük a vezetőfülkével. Hát most nem nagyon látok semmit be itt. Hát ott van az ülés, kar, minden. Hát én ezekhez a vonatokhoz nem nagyon értek, inkább tőlem a buszok, meg a villamos, a trolli, hát tudok információt mondani. Hát gyertek, menjünk tovább. Itt egy tiszta modern ajtó van, hát én most ezt az ajtót fogom megmutatni nektek, hát minden ajtó ugyanolyan, hát ezzel itt automatikusan lehet nyitni. Igen, van csengő, és még ezen a vonaton utastájékoztatós rendszer is van. Talán, hogy halljátok. Na, gyertek, menjünk tovább. Hát nézzétek meg, ilyen kis sárga kockás ülések. Hát igen. És a villamosokhoz hasonlóan, ezekben a vonatokban is van egy csukló, ugyanolyan csukló. Hát ez egy csukló. Pont meglátunk az állomáson. Addig jobban is tudunk menni. Hát, jobb, nem is olyan poros, mint a villamosokon. Még lehet, hogy jobban tisztítják. Na mindegy, megyünk a WC-be, ami a legfontosabb, ez a legfontosabb, higgyétek el. Sokkal modernabb itt a WC, mint a többibe. Na nézzétek meg! Ugye itt van a WC, amit le lehet húzni. És itt is le lehet húzni. Itt a húzót lehet elindítani, itt meg a izédet. És ugye, fel lehet állni a baj. Bejövünk egy kicsit, lehet állni az ajtót, nézzétek meg. Önállom, nem nyílik, kinyílik. És egy mindjárt, hát szóval minden van ebben a WC-ben. Itt vannak a mozgáskorlátok, és itt lehet árulni a kerékpárokat. Itt van a középső ajtó. A vasútállomásról, onnan is el fogom mondani a Nyíregyházat a megközlekedését, és utazni fogunk a 8-as és a 13-as autóbusszal. Köszönöm a figyelmeteket, ilyen a közlekedés, ilyen a BKK, és hallgassátok a rádiót, de a tényleg csak igazi baj is rádiót. Sziasztok!